know it. Кап чего там? Кап чего там? Мамита хирдетешеket a videón. Hogy miért, majd mindjárt elmondom. Meguntuk a vasárnapi semmittevést, ezért úgy gondoltuk, hogy most már tényleg élesbe is ki lehetne próbálni ezt a biciklisülést, úgyhogy elmegyünk egyet. Tűnk fagyizni? Uh-huh. Évig már is húztak. Megmutatnám Makó a legfinomabb fagyikat. Sziasztok! Azt tudom, hogy melyiket válasszam. Melyik a finom? Az összes, melyik nem az. Jó válasz. Amelyből a legtöbb fogy, az a legjobb. Ez az évfajlatja 2017-ben, a napfény íze. Ja, második, tényleg, látom. Bocs. Akkor egy olyat is. Akkor van a rozé, igen, az alkoholos? Igen. Rozé bor van benne? Igen. Akkor ide vele. Hát akkor most megkóstoljuk a napot. Nem rossz. Szóval igen, kikapcsoltam a reklámokat. Egyszerűen... Egyszerűen teljesen fölösleges a videókra reklámokat tenni. Még legalábbis az legelején. Elméletileg nem, nincs egy videón se ilyen jellegű reklám. A legfőbb oka, miért kikapcsoltam, az az, hogy az a párcent nem éri meg, hogy zavarjam abból a nézőt, hogy most reklámokat rakok a videókra, ezért kapcsoltam ki. Te most az én szemem csal, vagy az tényleg egy madár? Akkor ezt jól látom. Ez itt egy madárka. Milyen madárka? Mi a baj? Nem tudom, őt találtam itt a földön. Nem tudom, hogy ez most egy fecske, vagy valami más. Aki tudja, az írja már meg nekem kommentbe, hogy mit találtam. Remélem, nem lesz gond, hogyha én megfogom. Persze nem fogom hazavinni, de visszarakom oda, ugyanoda, ahol találtam, csak nem tudom, olyan kis békés. Lehet, hogy beteg vagy éhes. A fészekből nem hiszem, hogy kiesett, mert igazából elég nagy tolla van. De lehet, hogy fecske. Kicsi fecske. Peti, az elveszett szélvész bringás makon. A chopperes? Chopper? Hol van a madár? Be van kapcsolva a mikrofon? Minden. Szabad a mikrofon. Tomi, lehet, hogy nekem jól jönnél ilyen... Álványosnak? Nem, egy kameramennek. Igen, így álványosnak. Felvennéd, nem kell nekem tartani a kamerát, hanem valaki tartja helyettem, és nekem csak az volna a feladatom, hogy beszéljek a kamerával. Nagyon helyes. Mennyit fizetsz? Tárgyaljunk. Hát még most először egy olyan 2-3 évre ilyen próbaidős lennél, amikor nem keresnél semmit. És a szerződés további feltételei? Az majd 2-3 év múlva kiderülne. Robert barátomnál tegnap volt családi összejövetel, a születésnapját ünnepelték. Mi barátok még ilyen baráti összejövetel még igaz nem volt. De most menjünk el és nézzük meg, hogy mi a helyzet a Robert házatáján.
vagyunk, az első dolgunk az, hogy megetetjük Sofit, majd utána megetetjük magunkat. Figyelek! Ham! Mászik egy bogár a kezemben. Melyiken? Nézd, hogy tetszik Fanni neki. Ott van, Fannika. Ott van Fanni. Na, ilyen egy igazi családi munkamegosztós dolog. Betömed a szállat. Már be is rakottad a cividat. Elég volt. Hát ma nem ettél még szintén. Amikor nincs lehetőség a mobil széket használni, a mobil etetőszéket, akkor jól jön apának a keze is. Vagy egy meg harmadik anya öle. Kéz. Hát itt van a harmadik kéz. Egyik kezemben a kamera, a másikban a tápszer, vagy mi ez? A szilvás. Tut. Uzsonna. Uzsonna. Apa megkóstolhatja? Hello, Gabi. Apának is egyet. Szilva. Fanni, most úgy nézze ki, mi, mint aki bepisílt. Fannika, lőd le, Peti. Mondjad, fiú, püty. Most lelövöd az elé engem? Mit szoktam lőni? Hadd lássam. Kamerámat ne. Ah! De tényleg úgy nézze ki, mint aki bepisílt. Mondjuk el a nézőknek, hogy milyen, mit kaptatok ajándékba. Sőt, mutassuk meg neki. Mit szólsz hozzá? Mit? De hozz ki? De mit kaptunk? Van. Mindjárt megmutatom nektek, hogy mit kapott Robi ajándékba. Egy nagyon ritka ajándék, amit az ember általában nem szokott ajándékba kapni, legalábbis ilyet. Itt jön az ajándék. Te hozod? Mit kell tudni erről az ajándékról? Mi ez? Csiga. Ennyi, többet nem ő. Ezt kaptatok ajándékba. Aha. Tehát ez tuti, hogy ez csigán kaptatok ajándékba. Csiga. És ez a csiga, ez mit tud? Vagy ez miért nem jó? Nem tudom, állítanak szeptember óta alszik. Mi a neve ennek? Mi a... Juditka. Adjál már Juditkának neveztétek, vagy ez volt a hivatalos törzskönyve? Juditka Péter, ez a neve. Mert Juditka, az megtisztelő, hogy az én nevem itt megneve. Himlős? Ha? És gyógyítható? Tudom. Oké, de ez az a fajta csiga, ami meg tud nőni ilyen akkorára, mint a fejed? Aha, akkorára. De az mire tudod használni? Az ilyen kozmetikai csiga, nem? Nem tudom, én most látom ezt először, de hát akkorára meg tud nőni. Na, hát aki éppen ajándékötleteket keres, hogy mit vegyen a párjának, vagy valami szeretteinek, vagy barátjának, ismerősnek, akkor tudom ajánlani a csigát. Csak nem tudom, milyen valami fajta. Valami acchátcsiga, vagy mi a t***? Archát? Acchát. Ahát csiga? Talán. Ahát csiga. Ez a medencéje? Aha. Az. Ami most belefér. Egy kares pohárnak az alja. Zsír. Köszönjük szépen az élvezetet, Robi. Van mit. Kemet. Adám, remélem, hogy tetszett az adás, remélem, hogy tetszett a hallgatóknak. Köszönöm szépen, hogy sikerült végre egy kicsit közelebbről is megismerkednünk egymással. Köszönöm szépen, Nigel, az elmúlt fantasztikus egy órát. Igen, én is nagyon örülök, hogy végre személyesen is közelebbről is megismerkedhetünk egymással. Tényleg további szép hétvégét neked, ti pedig maradjatok velünk, hiszen hamarosan indul a Call Center Weekend, utána pedig jövünk a Kiválság műsorra. Köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk holnap. Sziasztok! Kaptál még valamit? Igen. Úristen! Ez hajszárító egyébként, vagy... Hajszárító egy nagyon jó. Sziasztok srácok, adtok nekem egy kis interjút. Ezt még meg kell mutassam nektek. A világ legjobb találmánya, hogy mindenkinek van úszógumia, meg különböző ilyen vízi vackokat lehet kapni. De ez érték. Ez egy hasznos dolog. De amúgy hasznos. Szuper. És milyen a vízhőfok? Hibátlan. Termál? A mérő jön. Robika fúrja a kutat a ház alatt, mi? Termál. Jól van. Na, de a víz színe az már termálnak néz ki, mert mindenki belepisílt már előttünk, de... Aranytiszta. Életeben nem volt olyan tiszta vízben.